Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Madarász Színű Egyesített Óvoda Táncsics körúti óvodájában. Szarka László intézményvezetővel beszélgettünk, hiszen javában zajlanak a pedagógiai napok az óvodában. Mikor is kezdődött ez, és mi a célja ennek a két hétnek? Április 7-én kezdődött, és április 25-éig tart a Madarász Imre Egyesített Óvoda Pedagógiai Napjai. Ez már több év óta működik, és a Jász-Nagykun Szolnok megyei pedagógiai hetekhez kapcsolódtunk ezzel a rendezvényünkkel. Itt bemutató foglalkozások, szakmai nap együtt a szülőkkel, több tagintézményünk vett ebben részt, a környezeti nevelés területén, a tehetségműhelyeink mutatkoztak be, mesedramatizálást láthattunk, úgyhogy teljesen színes volt a paletta, a mai nap pedig nevelés nélküli munkanap, és az egészséges életmódra nevelés témakörét jártuk körbe. Előadónk volt a Jász-Nagykun Szolnok megyei pedagógiai intézet szakértője, valamint az óvodapszichológusunk, és jó magam tartottam az előadást, délután pedig szekciókban folyik tovább a munka, ahol a tagintézmények mutatják be egymásnak a jó gyakorlatokat, valamint a végén lesznek játékos foglalkozások, ami környezeti játékok lesznek az egyik csoportban, a másikban pedig ilyen önfejlesztő játékok, amit az óvodapszichológus fog vezetni. És hát ebből utána mindenki profitál, hiszen mind a 9 óviban voltak különböző rendezvények, tehát volt egészségnap, ahol mi is jártunk, láttuk, aztán volt egy nagyon szép kiállítás, aztán úgy tényleg tartalmas volt a program, ki mindenki vett ebben részt, tehát mindenki részt vett, vagy azért vannak, akik többet tettek érte? Hát én azt gondolom, hogy ez a teljes nevelőtestület munkája, hiszen a Játszd újra alkotó kiállítás, ami a megnyitás, tehát annak a megnyitásával kezdődtek a pedagógiai napok rendezvénysorozata, ott valamennyi tagintézmény részt vett, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nem csak a pedagógusaink, hanem a szülők is együtt dolgoztak a gyermekekkel, és az újra hasznosítást mutatták meg a különböző játék és egyéb eszközök készítésével. Ez a kiállítás egy hétig látható volt a Dérinében, és nagyon sok értékes, jó ötletet adtunk, azt gondolom. Az egy hét alatt a tapasztalataink az volt, hogy iskolások jöttek, pedagógusok jöttek, fotóztak és nézték az ötleteinket. Ugyanezen a kiállításon bemutatkozott már az elmúlt évben is, de ebben az évben is a 4 kézműves tehetségcsoportunk, és azok az alkotások is kint voltak. Tehát ebben valamennyi tagintézmény részt vett. A bemutató foglalkozásoknál is igyekeztünk úgy elosztani, hogy egy-egy óvodában egy vagy két bemutató legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a rendezvény sorozatból mindenki a maga területén igazán kivette a részét. Nagyon sok látogatónk volt, örültünk annak, hogy az iskolai nevelők érdeklődtek a munkánk iránt. Megyei szinten is jöttek óvodapedagógusok Túrkevéről, Berekfürdőről, Kunmadarasról, tehát érdekelte a tágabb környezetünket is a nevelőtestületünk munkája. Mögöttünk hamarosan folytatódik a mai nap, de itt szólt arról, hogy egészségnevelés, környezeti nevelés, azért szóljunk arról is, hogy több zöld óvoda is van az intézményen belül. Igen, most már 6 a zöld óvodák száma, van olyan, aki már második alkalommal, 3 olyan óvoda, aki második alkalommal nyerte el ezt a megtisztelő címet, de tulajdonképpen a nevelési programunkban az van, hogy a környezeti nevelés területén a zöld óvoda kritériumnak megfelelően értékelünk mindig, tehát azért ez teljesen kiteljesedik a nevelőtestületre. Hát én úgy gondolom, hogy lesz több olyan óvoda, aki majd még ebbe a rendszerbe bekapcsolódik, és talán még azt említeném meg az egészségnappal kapcsolatban, hogy a mai nap során az egyik előadás a Mintamenza programról szólt. Nagy örömünkre szolgált az, hogy a Jász-Nagykun Szolnok megyében, amikor ez a pályázat elkezdődött, a 4 intézmény közül, amelyik 2 szolnoki, 1 tiszafüredi és a karcagi, aki részt vesz. Már folyamatosan évek óta megvan ez a kapcsolat az étkeztetővel, és tényleg elindultak azon az úton. Túl sokat nem kellett változtatni, mert azért mindig törekedtek arra, hogy a korszerű táplálkozást az óvodába hozzák, illetve az is nagyon fontos, azt gondolom, a mi számunkra, a szülők számára és a gyerekek számára is, hogy igen,
mint a menza program, de azért jó ízű ételek kerüljenek az asztalra, és hogy minden gyermek jól lakjon azokkal az ételekkel, amit mi az asztalukra tudunk tenni a vállalkozó által készítettekből. És hát azért sok-sok aprósággal még önök is kiegészítik minden óvodában, hiszen azért vannak gyümölcsnapok, meg a szülők is segítenek. Húsvét előtt vagyunk, tehát a gyerekek már most húsvét után fognak jönni, tehát a sok-sok élménye gazdagodva. De lesz-e valami nagyobb rendezvény, amit májusban szeretnek kiemelni? Hát a május ez szintén olyan, hogy a naptár az tele van. Talán amit leginkább meg szeretnék említeni, hogy benevezett több óvoda a konyhakertek programba is, tehát most már készülnek azok a kis konyhakertek, akár itt a mellettünk lévő óvodába, ahol nincs túl sok helyünk, ott megpróbálunk különböző dolgokat kitalálni azért, hogy mégis a gyerekekhez ezt a területet is, tehát a növények termesztését, megfigyelését közelebb vigyük, akár azzal, hogy fűszernövényeket, és annak nem túl sok hely kell, vagy olyan növényeket tudjunk termeszteni, illetve elültetni, amit a későbbiekben akár az étkezéshez is fel tudunk használni. A programjaink közül májusban folyamatosan lesz talán, amit elsődlegesen kiemelnék, az Ügyeskedj a kerékpároddal, ami egy városi rendezvény, az itt szokott az óvoda előtt, a két óvoda előtt zajlani. Ennek a szervezési folyamatai zajlanak. Ez még a 2008-ban kiírt pályázatnak a folytatása. Hát igen, most már lassan telik az 5 év, de nem csak azért csináljuk, mert 5 évig végig kell vinni, hanem nagyon megszerettük, és ez egy nagyon jó rendezvény. Lesz a művészeti óvodáknak a komázó rendezvénye, ahol a 3 művészeti óvoda nagycsoportos gyermekei együtt fognak szó szerint komázni, valamint lesznek a Madarakfák napja rendezvény sorozatában, ott pedig a tevékenységközpontú óvodák gyermekei jönnek össze, illetve lesz ugyanúgy a lépésről lépésre óvodáknak a barangoló rendezvénye. Tehát itt a különböző programok szerint dolgozó óvodák fognak össze, így ezek a nevelőtestületek is szorosabb kapcsolatot tudnak együtt ápolni, hiszen ez szerint a 3 program szerint dolgozunk. Akkor nem fognak unatkozni májusban sem. Én azt kívánom, hogy legyen mai nap még tartalmas, és mindenki tudja a saját területén hasznosítani a ma hallottakat. Hát köszönöm szépen a jó kívánságokat. Úgy gondolom, hogy ez a mai délután már azért egy kicsit felüdülőbb lesz a jó gyakorlatok bemutatásával, illetve a játékkal. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.